Amikor megtudta, hogy gyermeke születik, végigjárt minden barátot, majd sporttársat és szövetségi vezetőt is, hogy közölje a jó hírt. Azóta már azt is tudja, hogy kislánya lesz, éppen ezért az élsportban egyelőre nem tervez, de a visszatérésben teljesen biztos. Kovács Katalin 31 VB arany és 3 olimpiai elsőség után is jól érzi magát a kajakjában, éppen ezért terhesen sem hagyott fel a mozgással, amint azt már is látni fogják. Szabó Gabrielláék Tatán a téli időszakban már kihasználták az olimpiai központ adta lehetőségeket, és néhány felmérő erejéig hódoltak a kajakkenu egyik kiegészítő sportágának, az úszásnak is. Azt mindenki tudta, hogy Kovács Katalin babát vár, így igazoltan hiányzott az idei edzőtáborokból, de arra talán nem is gondoltak, hogy 70 kilométerrel odébb Budapesten a háromszoros olimpiai bajnok kismama is lubickol a boldogságban. Pont a napokban szembesültem azzal, hogy ugye a többiek úristen már edzőtáborba mennek, már vége a télnek, tehát nekem így olyan gyorsan eltelt ez az időszak, ez a téli időszak, és kicsit vágyom arra, hogy tök jó lenne menni edzőtáborba, de mégis jó az, hogy én itthon vagyok, és itthon tervezem a nyarat. Szóval ilyen kettős érzések kavarognak bennem, de úgy összességében tök jó minden. Ugyanaz edzőtáborok hiányozhatnak, de a mozgás biztosan nem. Egy biztos van mindig a napomban, ez a sport, ez adja a napjaimnak a gerincét, és akkor általában ahhoz igazítom a további teendőimet. Én érzem azt, hogy mi esik jól, mi az, ami már nem esik jól. Eleinte ugyanúgy csináltam mindent, aztán úgy szép lassan kimaradtak bizonyos dolgok, a futás, most már az evezős ergométer. Szóval, hogy ahogy növekszem, úgy szép lassan egy-egy dolog kiesik a sportok lehetőségtárából. Az úszás azonban még marad, akkor is, ha régen éppen ezt szerette legkevésbé. Kovács Katalin és Dusev Janics Natasa szinte már összefortak hajójukban. Most azonban újabb beszédtémájuk is lesz. Natasának ugyanis már van tapasztalata az anyaságban. Bízom benne, hogy nálam is így lesz, hogy most, ahogy most is érzem azt, hogy abszolút nem esik rosszul a sport, sőt, mi több szükségem van rá, később is érezni fogom azt, hogy mit engedhetek meg magamnak, meg hát ugye a Luce is mit fog majd megengedni nekünk, vagyis hát nekem. Örömben már jócskán volt része a 31-szeres világbajnoknak. Volt egy boldog 20, hát nem volt, remélem, hogy nem volt, és nem múlt időről beszélünk, de mögöttem van 20-25 év boldogság, amit én kaptam. És azok a pillanatok, amikor dolgozol valamiért, és végeztél, és eléred azt, amiért dolgoztál, és ugye nálunk ez egy mérhető dolog, tehát fölállhatsz a dobogó tetejére, és amit ott érez az ember, vagy beél a célba, az mindent kárpótol. De most azért ez teljesen más érzés lesz, mint a dobogó legfelső fokán állni. Amikor az ember csak így beszél róla, meg a gondolataiban van, addig teljesen más, mint amikor megéli nap mint nap, percről percre ezt az áldott állapotot. Mi pedig reméljük, hogy Luca megérkeztével ugyanilyen boldognak látjuk majd viszont a kajak királynőt.